Sziasztok! Ez itt a LOL Kalauz negyedik része. Ma a Battle Trainingen vezetlek végig benneteket, melyben szintén nagyjából az oktató utasításait követem, és hozzáteszem, amit még érdemes tudni. Mivel a videó így is elég hosszú lesz, egyes haladóbb dolgokat későbbi videóimban részletezek, így most tényleg csak arról lesz szó, amit a narrátor mond. Na vágjunk is bele! Ha az előző videóban az igenre kattintottunk, már el is indult. Ha nem, indítsuk el a tutorial menüből a Battle Traininget. Az első képernyő, amit láthatunk, a hősök kiválasztása, vagyis Champion Select. Itt kiválaszthatja mindenki, melyik hőssel szeretne lenni. Az ellenfél választását nem látjuk, csak amikor már tölt a játék. Általában időkorlát van a választásra és beállításokra, de most szüttyöghetünk kedvünkre. Itt láthatjuk az elérhető championeket, melyek közül választhatunk. Mint már említettem, a játékok után kapott IP-ből tudunk venni, de minden héten 10 hős ingyenes, így ki lehet őket próbálni, mielőtt megvennénk. A három jelenleg elérhető hős: Ashe, Garen és Ryze. Ashe ranged hős, ami azt jelenti, hogy távolról sebzi az ellenfelet és fizikai sebzést okoz. Mindezt az automatikus támadásaival, továbbiakban autoattack-kal teszi, ha jobb klikkelünk a célpontra. Ezt azért lényeges megemlíteni, mert a LOL-ban kétféle sebzés van, a fizikai és a mágikus. Ezek ellen külön-külön kell védekezni. Fizikai ellen armort kell vennünk, mágikus ellen pedig magic resistance-t. Lépjünk tovább a következő hősre, Garenre. Ő is fizikai sebzést okoz, de ő bátrabb, mint Ashe, és a frontvonalba előretörve közelharcban jeleskedik. Ryze szintén távolabbról harcol, viszont ő nem az autoattack-kal, hanem a képességeivel, vagyis ability-jaivel. Ryze mágus, vagyis mage, így magic damage-el csökkenti ellenfelei életét. A harmadik lényeges különbség pedig, hogy az előzőekkel ellentétben, akik szép fokozatosan sebzik az ellenfelet, Ryze nagyon rövid idő alatt képes nagyon nagy fájdalmat okozni. Válasszuk ki, akit szeretnénk. Én most Ashe-t választom, mert vele valamennyire már megismerkedtünk a Basic Trainingen. Ezután látjuk társaink választását, akik ebben az esetben botok, csak úgy, mint az ellenfél. Itt alul társaloghatunk a csapattársunkkal, megbeszélhetjük, ki melyik lénre szeretne menni, vagy kérdéseket tehetünk fel, amit csak szeretnénk. Ezután választhatunk két Summoner spellt. Egyelőre csak néhány elérhető, a többi még szürke. Ez később a profilunk szintlépésével változni fog. Menjünk a Choose Both gombra, és válasszunk kettőt. A Ghostot és a Healt ajánlom, egyelőre ez a két spell lehet a legnagyobb hasznunkra. Ezután beállíthatjuk a rúnákat, illetve Masteriket. Rúnánk ugyebár még nincs, és mint korábban említettem, 20-as szintig nem is érdemes vennünk. A Mastery pontok szintén kisebb bónuszokat adnak, mint a rúnák. Három ága van. Az Offense, melyben a támadó erőnket tudjuk felerősíteni, a Defense, melyben állóképességünket növelhetjük, és a Utility, ahol extrákat kaphatunk. Ilyen például a mozgási sebesség, vagy Movement Speed, mana töltődés, több arany generálása, és még sok más különlegesség. Nekünk azonban ebből is még csak egy pontunk van, így nagy jelentősége egyelőre nincs, de ahogy fejlődünk, ez szintén változik majd. Rakjunk egyet a Fury-ra, mellyel gyorsabban tudunk támadni. A rúna oldalakat itt csak kiválasztani tudjuk, változtatni nem. Az sajnos csak a profilunkból elérhető. Ezután választhatunk a hősünknek egy más kinézetet, ha az eredeti nem tetszik, azonban a játékban ez az egyetlen dolog, amihez csak RP-ért juttatunk hozzá. Ez pedig igazi pénzbe kerül. Ez semmiféle előnyhöz nem juttat minket, csupán a látvány kedvéért van. Menjünk a Lock-in gombra, ha döntésünk végleges. Ezután hőst nem választhatunk, de még marad időnk a többi beállításra. Egy kis idő után betölt a játék, és megismerkedhetünk az 5v5 pályával a Summoner's Rift-tel. Menjünk a Continue gombra. Ismét megemlítem a narrátorral együtt, hogy a játék végcélja az ellenfél Nexusának elpusztítása. Ehhez három sáv vezet külön tornyokkal és inhibitorokkal. Az oktató során különböző kis küldetéseket kapunk. Ha ezeket követjük a rendes játékban is, győzelemre vihetjük csapatunkat. Az elsődleges küldetések végrehajtása a játék végéhez visz közelebb, a másodlagosok pedig arannyal vagy egyéb bónuszokkal egyengetik útunkat. Vigyük a kurzort a kijelölt helyre. A játék során tippek jelennek meg, melyet érdemes elolvasnunk, illetve meghallgatnunk. Ezt én is meg fogom tenni, és hozzáteszem, amit még jó tudni. A minionok 1 perc 30 másodpercnél indulnak útjukra, de ebben az esetben csak akkor fognak, ha elhagyjuk a bázist. Vegyük meg a kezdő itemet. A Doran's Blade tökéletes kezdő item Ashe-nek. Ad egy kis életet, vagyis HP-t, növeli a fizikai sebzést, vagyis attack damage-et ad, és minden last hitér HP-t tölt vissza. Maradt még egy kis aranyunk, vegyünk még két főzetet, vagyis potiont, ami visszatölti az életünket bizonyos idő alatt.
Itt megemlíteném a második erőforrásunkat, a manát, ami új lehet azoknak, akik sosem játszottak szerepjátékkal. Akárhányszor használunk egy képességet, az manába kerül, így nem tudjuk a végtelenségig lövöldözni ellenfelünket. Vannak hősök, akik nem manát, hanem energiát használnak ilyen erőforrásként, de a lényege ugyanaz. A bolt kicsit kaotikusnak tűnhet először, de nagyon is jól el van rendezve, és kategóriákra van bontva, de erről majd később. A recommended, vagyis ajánlott itemek nagyon jól össze vannak állítva, így rábízhatjuk magunkat a készítők tanácsaira. Különszedték azokat, ami abszolút szükséges, ami az agresszivitáshoz kell, és ami a passzív, óvatos játék stílushoz kell. Nem is gond, ha egyelőre nem értjük, mi mit csinál, hagyatkozhatunk ezekre. Na hagyjuk el a bázist, hogy elindulhassanak Kapucni és barátaink. Ne felejtsük megtanulni első ability-nket. Én most a volley-val kezdek, amit már a tutoriálban is használtunk. Ash két másik képessége a Q, a Frost Shot, amit ha bekapcsolunk, lassíthatjuk minden autóhatakunkkal ellenfeleinket. Az E pedig minden last hitér plusz aranyat ad, illetve hogyha előjük az aktív képességét, a madarat, megvilágítja a területet, ahová érkezik. A három lane elnevezése top, mid és bot, amik a top, middle és bottom angol szavakból származnak. Induljunk el topra. Az alapfelállás, legalábbis botok elleni játékban, hogy két ember topon, egy miden és kettő boton harcol. Ez a későbbiekben egy kicsit változik, de erre még ráérünk. Az első fő küldetésünk, hogy pusoljunk el a toronyig és szedjük le. Nem időre megy, és közben persze akármi mást is csinálhatunk. Kapunk egy másodlagos küldetést is, mégpedig, hogy last hiteljünk 5 miniont. Kapunk egy tippet is a last hitelés fontosságáról, amit már említettem korábban. Minél több last hitünk van, annál több aranyunk. A jobb felső sarokban láthatjuk, hogy állunk éppen. A videóban azt láthatjátok, hogy S áll egy helyben, amíg én rá nem kattintok egy minionra. Nektek automatikusan lőni fog mindenkit, így viszont lemaradtok jó pár last hitről. Az S billentyűvel meg tudom parancsolni S-nek, hogy ne tegyen semmit, így könnyebben kiszámolhatom, mikor kell oda mennem last hitért. XP-t kapunk, ha egy minion életét veszti a közelünkben, vagy amikor hőstölünk, vagy tornyot szedünk le. A hangsúly azonban azon van, hogy a csatához viszonylag közel kell lennünk, ugyanis egy bizonyos távolságon kívül nem kapunk XP-t. Ha eleget gyűjtöttünk, szintet lépünk, és megnőnek az értékeink, valamit tanulhatunk egy új ability-t. A killekért alap esetben 300 goldot kapunk, kivétel a First Bloodért, ami 400-at ér. Ez az összeg változhat az ellenfél aktuális pontja alapján. Ha sokszor meghal, egyre kevesebb aranyat kaphatunk érte, míg ha sok killt szerez, nagy nyeremény ütheti a markunkat, mikor sikerül kivégeznünk. Minden hősnek van egy passzív képessége is, ami segíti őt vagy társait valamilyen formában, vagy akár az ellenfeleit gyengíti. Ha a bokorban vagyunk, se ellenfeleink nem látnak minket, se a minionok. Ezt kihasználva stratégiai előnyre tehetünk szert. Ha épp nincs közelben ellenfél, akit ölhetnénk, vagy elég pénzt gyűjtöttünk össze, vagy kevés a HP-nk, illetve manánk, a Recall spell-lel visszateleportáltunk a bázisra, hogy feltöltsük életünk, illetve vegyünk valamit. Én most egy cipőt veszek, hogy gyorsabban mehessek. Az alapcipőnek többféle fejlesztése van, most az Attack Speed-eset veszem meg, hogy gyakrabban támadhassak. Még egy-két HP potion, és mehetünk is vissza. Kaptunk egy másodlagos questet, hogy öljük meg a farkasokat a dzsungelben. A farkasokat viszonylag könnyű megölni, és aranyat kapunk lemészárlásukért. A jobb alsó sarokban lévő kis térképre, vagyis minimapra is kattinthatunk jobb klikkel, hogy megadjuk úti célunkat. Ha a tipp szövegére rákattintunk, a játék megmutatja, mit kell keresnünk, és a térképen is megjelöli. A térképen több ilyen semleges kemp is található, ami azt jelenti, hogy mindkét csapat megölheti őket egy kis bónuszért, így vigyázzunk, nehogy az ellenfél elvegye tőlünk. Ezt a botok most nem fogják megtenni. Ha elértük a 6-os szintet, megtanulhatjuk a hősünk ultimate képességét, vagy ahogy szokták mondani, ultiát, ami általában a hős legerősebb képessége, épp ezért erre a legnagyobb a cooldown. A cooldown azt az időt jelenti, ami az ability újratöltődéséhez szükséges. Ash esetében ez egy óriási nyíl, ami az egész térképen áthalad, csak champion találhatunk el vele, és stunolja a célpontot, vagyis mozgásképtelenné teszi. Vigyázzunk, ha a törött lőtávolságában ellenfél hősre támadunk, minket fog célba venni. Mint azt már a basic trainingben is mondtam, feloldhatjuk kameránkat a Z billentyűvel, vagy a minitérkép feletti jobb szélső gombbal. Ezt arra használhatjuk, hogy amíg visszaérünk a lane-re, megnézhetjük máshol, hogy áll éppen a csata. Ha sikerül rövid időn belül több hőst megölnünk, double killt kapunk érte. Ez tulajdonképpen gold bónusszal nem jár, csupán dagadó mellkassal játszhatunk tovább. Ha hármat ölünk meg, az triple kill, ha négyet, az quadra kill, és ha ötöt, az végül pentakill. Ha sikerül leszednünk egy töretet, azért goldot és XP-t kapunk, valamint csapattársaink is. Ha valaki segített a leszedésében, akkor ő többet, mint azok, akik távol vannak. A farkasok megölése után a következő szörny gyűjtőhelyre, vagyis kempre megyünk,
ahol egy nagy Vrace és három kis társa vár ránk. Vannak különleges kempek a dzsungelben, melyek nem csak aranyat adnak, hanem egy bónusz varázslatot, vagyis buffot. Ezek a buffok segítenek minket, és ha mi öltük meg a szörnyet, akitől megkaphatjuk, egy jó ideig rajtunk is marad. Ha már a buffoknál tartunk, szedjük le a gólemet, aki az úgynevezett kék buffot adja nekünk. Azonban vigyázzunk, ha nincs elég sebzésünk, vagy nem vagyunk elég magas szintűek, nehéz lehet legyűrni őt. A kék buffal gyorsabban tudjuk majd használni az ability-ket, és manánk is sokkal gyorsabban töltődik majd. Ha nagyon sok goldunk van, és még mindig nem vásároltunk, a narrátor felhívja a figyelmünket, hogy ezt tegyük meg. A különböző buffokat, amik rajtunk vannak, a képességeink felett láthatjuk. Ha rávisszük a kurzort, megmutatják, miben segítenek minket. Ebben az esetben a kék buff van rajtam, valamint Ash passzívja. Ajánlott előbb leszedni a frontöreteket az összes lénen, mielőtt tovább lépnénk a következőre. Így több XP-t és aranyat kap csapatunk, valamint könnyebben irányíthatjuk mi a csatákat. Mivel ezt még nem tettük meg, az ellenfél bátrabban jöhet fel társaival, hogy genkeljen, vagyis hátba támadjon minket, ugyanis ha visszavonul, még ott van az egész védelme. A genkelés lényege, hogy meglepjük az ellenfelet a bokorból előtörve, és lehetőleg emberelőnyben szerezzünk pár killt. Nagyon hatásos stratégia, épp ezért vigyázzunk, nehogy áldozatául essünk. Ha valamelyik lénen nincs ott az ellenfelünk, jelezzük csapattársainknak azzal, hogy beírjuk, hogy SS, vagy ahogy az amerikaiak írják, Mia. Ne feledjük, ha a HP-nk nagyon alacsony, érdemes visszamennünk a bázisra a Recall spell-lel, hogy újra töltsük. A narrátor felhívja a figyelmünket, hogy egy másik lényen támadják a tornyunkat. Ezt azonban másodperceken belül le is szedik, de sajnos ilyen messziről nem sokat tehetünk. Valahányszor megközelítünk egy töretet úgy, hogy nincs előttünk minion, vagy megtámadunk egy hőst úgy, hogy a körön belül vagyunk, a játék figyelmeztet minket, hogy ebben az esetben a torony minket fog célozni. Azt pedig nagyon nem szeretnénk. Ha meghalunk, ne keseredjünk el túlságosan, mert egy idő után újraéledünk. Itt megjegyezném azonban, hogy ha túl sokszor halunk, egyre több ideig maradunk játékon kívül, egyre nagyobb hátrányba kerülünk, az ellenfél pedig előnybe. Bal oldalt láthatjuk a killekért kapott bónuszokat, illetve a chatet, melybe az enter lenyomásával írhatunk. A másik buff, amit megkaphatunk, a piros buff, ami lassítja az ellenfelet minden autóatakunknál, valamint sebzi őt pár másodpercig. Ez a szörny is viszonylag erős, így figyeljünk oda. A tab billentyű nyomvatartásával láthatjuk a csapatunk, illetve ellenfeleink pontjait, valamint vásárolt itemjeit. Ha egy hőst nem mi lesz hitelünk, nem a miénk a kill, de ha bármilyen formában sebeztük korábban, asszisztot kapunk érte. Ez kevesebb gold, de azért ez is számít. Ha leszedtük a tornyokat, utána az inhibitorral is ugyanezt kell tennünk. Ebben az esetben szuperminionok lesznek a segítségünkre, de csak azon a lénen, ahol már nincs inhibitor. Halálunk után a Death Recap-re kattintva megnézhetjük, ki ölt meg minket, mivel és mennyit sebzett. A sárkány egy erős legyőzendő lény, amit megfelelő szint és sebzés hiányában nem tudunk egyedül legyőzni. Ha megöltük, egész csapatunk aranyat kap. Akit itt találunk, az Baron Nashor, a legerősebb semleges lény a pályán. Általában az egész csapat kell hozzá, hogy legyőzzük, és ha ez sikerül, kapunk egy buffot, amivel hatalmas erőnyre tehetünk szert, és természetesen mindenki kap aranyat is. Egyedül ne próbálkozzunk. Az inhibitor után a következő célpontunk a Nexus-t védő két torony, azután pedig a Nexus. Vigyázzunk, mert az inhibitorok egy idő után újra teremnek, és ekkor nem tudjuk támadni a Nexus-t, valamint a Super Minionok is cserben hagynak minket. Ha sikerül leszednünk a Nexus-t, miénk a győzelem, és vár minket a harc utáni képernyő. Itt láthatjuk bal felül, hogy mennyi IP-t, illetve XP-t kaptunk, és ha rávisszük az egeret a szakaszokra, megtudhatjuk, mit miért kaptunk. Lejjebb láthatjuk mindkét csapat elért pontjait, megvásárolt itemjeit, vagy összegyűjtött aranyát. Jobb oldalt felül a játékosok vannak felsorolva négy gombbal a nevük mellett. Az elsővel hozzáadhatjuk a barátaink listájához azt, akit erre érdemesnek találunk. A második gombbal lenémíthatjuk az illetőt, ha soha többé nem szeretnénk olvasni, amit ír. A harmadik gombbal pozitívan értékelhetjük a játékát, és ha így teszünk, azt is megadhatjuk, hogy segítőkészsége vagy barátságos természete miatt teszünk így. Az utolsó gomb a játékosok jelentésére való, akik valamilyen módon megszegték a LOL szabályzatát vagy etikettjét. Gondolok itt olyanokra, akik egész végig káromkodtak, olyanokra, akik hangoztatták, hogy kilépnek, majd meg is tették, olyanokra, akik direkt haltak meg sokszor, és tették ezzel tönkre a játékot, és még sorolhatnám. Ezután ismét felajánlanak nekünk egy lehetőséget, hogy botok ellen játszunk, de ezúttal már más játékosokkal az oldalunkon. Ha kedvünk van hozzá, fogadjuk el, és már mehet is. Következő videómban a kliens használatáról beszélek részletesebben. Köszönöm a figyelmet! Ha szeretnél elkezdeni játszani, és úgy érzed, kéne egy kis segítség, iratkozz fel, hogy későbbi videóimból is megtudhass valami hasznosat. Sziasztok!